Valószínűleg mindenki hallotta már Rodolfo híres mondását, csak a kezemet figyeljétek, vigyázott csalok. Rodolfo ezzel a legendássá vált mondatával a figyelem felkeltésen túl arra a paradoxonra hívta fel a figyelmet, hogy minden csak illúzió. Ami csodának tűnik, csak az ügyes kezű bűvész mutatványa, aki nem csak a tárgyaival játszik, hanem velünk, a nézőkkel is. Úgy gondolom, hogy pontosan ez az, ami történik ma a világban élő emberekkel. Az információnak a tengerében, ami özönnik felénk az internetről és a médiából, az ember elvész a részletek között. És nem vesz észre azt, hogy valójában mi is az, ami történik, és mi a fontos üzenete annak, amit hall és lát minden nap. Tudnunk kellene, hogy a lényeg az a színfalak mögött van, hiszen a történelem során már számos alkalommal figyelmeztettek erre minket. Míg az emberiség szájtátva figyeli azt, hogy mi is zajlik a felszínen a szeme előtt és a füle hallatára, a lényeg valahogy a legtöbb ember számára mindörökké észrevétlen marad. Tisztában vagyok azzal, hogy van azonban az emberiségnek egy hányada, aki szeret utána nézni a dolgoknak és meggyőződni arról, hogy mi van a színfalak mögött. Azért, mert ez a kis része az emberiségnek megértette az üzenetet, amit a Teremtő küld számunkra, hogy mielőtt állást foglalunk, és esetleg túl korán fejest ugrunk a dolgokba, győződjünk meg arról, hogy mi az, ami esetleg a felszín alatt rejtőzik. Biztos vagyok benne, hogy mára már mindenki hallott mindent, amit a koronavírusról tudni lehet. Ezért én megpróbálom megközelíteni egy másik irányból, bemutatván egy másfajta perspektívát, amire esetleg nem mindenki gondol. Mielőtt ezt elkezdem, hogy figyelmeztesek mindenkit arra, hogy én nem javaslom senkinek azt, hogy bármiféle okkult módon próbálja meg információt szerezni a saját sorsára vonatkozóan, vagy bárki máséra, aki körülötte van, akár emberek, akár eseményekről legyen szó. Én csak azt szeretném demonstrálni, hogy az az erő és a világot irányító elit, aki uralkodik fölöttünk, nem csak hogy használja ezeket a módszereket, hanem ez az ő életük. Én tisztában vagyok azzal, hogy minden, amit ezek az emberek csinálnak, jelentőséggel bír. A névválasztást én érdekesnek találom, a korona szót azt valószínűleg mindenki ismeri és találkozott már ezzel. Ha megnézzük az új világ enciklopédiát, akkor az azt írja a koronáról, hogy ez egy asztronómiai kifejezés. Ebben a világban, ahol ők élnek, Bolygók és különböző csillagok keringnek a föld körül, ami maga is egy égitest. Abban az értelemben égitest, hogy gömb alakú mindenféle anyagokból áll, és a semmiben kering. A korona az az a plazma atmoszféra, ami a napot és a különböző égitesteket körülveszi, és akár több millió kilométerre kinyúlik azokból az űrbe. Legnagyszerűbben látható ez az úgynevezett napfogyatkozás vagy eklipsz esemény során. Amikor is látható legnagyszerűbben az elsőtétülő égitest körül ez a jelenség. A korona kifejezés, amely megegyezik a magyarra, a latin eredetű. Eredetileg pedig egy koszorú volt ez, vagy pedig korona. Amennyiben valaki vet egy pillantást erre az ábrára, mely a jól ismert életfáját ábrázolja a kabalából, akkor annak hamar feltűnik, hogy az életfájának a csúcsán nem más, mint a korona helyezkedik el. Ez valami, ami lenyűgöző és csodálatos, ez az első számú pontja ennek a fának. Ezt az apró jelet itt az aján mindenki jól ismeri, erről már volt szó korábban. A spirál jelképezi az élet, a halál és az újjászületés hármasának az örök körforgását. A kabala és az okult visszamegy egészen Babilonig és az ősi pogány vallások kialakulásának kezdetéig. A híber kifejezés a koronára az keter, mely egy hárombetűs szó, kaf, ta és res karakterekből áll. Aki esetleg nincs tisztában ezzel, a Héberben minden egyes betűnek van egy jelentése, és a betűket a szavakban összeolvasva megkaphatjuk annak piktografikus vagy képi értelmét. Keter három betűből áll, kaf itt ba alul, ta jobb alul, és res nem sokkal itt a ta fölött. Tegyünk akkor egy próbát, és nézzük meg, hogy mi az, amit megtudunk a korona vagy keter szóró. KAF az a nyitott kéz, az embernek a tenyere, ami reprezentálja azt, ahogyan az ember megszelidít, meghajlít valamit, vagy uralkodik valami fölött. Az utolsó betűje a res, az ember feje, ami a gondolatokat reprezentálja, vagy pedig a vezetést, az első helyen levőt, vagy a kezdetet ta pedig keresztbetett botok, amely egy jel, egy jelzés, emlék, vagy egy emlékmű, és az utolsó karaktere a Héber ABC-nek. A korona képi jelentése megegyezik azzal, amit egy korona számunkra reprezentál. A korona egy jele a vezető uralkodásán. Megmutatja, hogy ki az, aki előtt meg kell hajolni. A korona reprezentálja az uralkodót, vagy egy királyt. Azt gondolná az ember, hogy a Biblia tele van ezzel a kifejezéssel, azonban érdekes módon mindössze háromszor szerepel a keter szó, mint háromszor Hadassa vagy Eszter történetében. Hadd olvasom fel a harmadik előfordulását, ez pedig a hatos fejezetben van. Ez kérdezi a király Hamántól. Mit kell cselekedni azzal a férfival, akinek a király tisztességet kíván? Így felel Hamán. A férfinak, akinek a király tisztességet kíván tenni, a királyi ruhát, melyben a király jár, és lovat, amelyen a király szokott ülni, és amelynek fejére királyi koronát szoktak tenni. A korona tehát uralkodót reprezentál, vagy ahogyan láthattuk a taróban valami csodálatosat, ami mindenkit lenyűgöz. A négyes számú tarókártya az uralkodó. Az uralkodó az uralkodó nőnek a párja. Királyi trónján ül, hatalmat és luxus sugározván. Az uralkodó egy természetes vezető, reprezentálhatja a törvényt, egy ügyvédet, polgármester, elnököt, egy apafigurát, vagy akár a végső apafigurát, ami nem más, mint Jupiter, az Istenek istene. Az uralkodó azt sugalja az embernek, hogy hamarosan valóra válnak a céljai, és a folyamat, melynek során valami csodálatosat fogunk elérni, nagyszerűen halad. Ancient History Encyclopedia weboldalán Jupiter bejegyzés alatt ezt találjuk. Jupiter a villámlás, a mennydörgés és a viharnak az istene, Saturnus fia, az istenek istene. A római köztársaság korára Jupiter megszilárdította pozícióját mint a leghatalmasabb az istenek között. A legfontosabb titulusa vagy címe volt Jupiter Optimus Maximus, melynek jelentése a legjobb és a leghatalmasabb. Jelezvén szerepét, mint az istenek atya. Jupiter a fény istensége, aki védelmezte Rómát és a római birodalmat vereségek során illetve győzelmet adott nekik. Ő volt Jupiter imperator, azaz uralkodó, vagy a legfelsőbb táborn, az első számú vezető, Jupiter Invictus, a legyőzhetetlen, és Jupiter Triumfator, a győztes. Jupiter szimbóluma a sas, amint a jogar tetején ül. Ez a jelenség, ez jól ismert lehet mindenkinek a filmekből a villámok, a korona és a sas a jogar tetején. Ez a korona vagy koszorú ismerő lehet mindenkinek jelenések könyve hatos fejezetből. Ez az első vers és látám, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mint egy a mennydörgésnek szavával jöjj és lást. És látám, íme egy fehér ló és a rajta ülőnél ívala és adaték neki korona, és kijöve győzve, hogy győzzön. Ez a korona, ez Stefanos, egy koszorú. Győzelmi koszorú, melyet a versenyek győzteseinek adna. Aki ismerős a Bibliában egy kicsit is azt tudja, hogy ez a vers az Antimásiach, vagy az Antikrisztusról szól. Ő az, akinek hatalom adatik, hogy uralkodjon az egész világon. Őt reprezentálja a fehér ló, az i és a korona, vagy a koszorú. A tradíció pedig, hogy a győzteseket koszorúval jutalmazzuk, ide vezet minket vissza. Ime egy ábrázolás egy római uralkodónak a jogarra, a sassal, illetve a gömbbel, melynek tetején megtalálhatjuk a keresztet. A római birodalom tehát Jupitert, az Istenek Istenét, vagy minden Istenek atyát szolgálta. Ezért láthatjuk a jogaron ezt a sast, körülötte pedig a koszorút, alatta a villámokkal. A felirat Szenátusz Populus Romanus, melynek jelentése Róma szenátusa és az emberek. Jupiter az, akit a sas, a főnix vagy a turulmadár reprezentál. Az istenek istene, az ellenség, ha se tán, vagy ha se az, aki vezeti az egész világot, ezért van az, hogy a sas megtalálható majd minden ország címerében és történelmében, akár a főnixről, akár a turulmadáról legyen is szó. Ő az, akitől kapja a világ vezetősége a hatalmat. És ő az, akit szolgálniuk kell. Ő az, akit elképez a korona, a koronavírusban. Mi másért is lenne ez az amerikai Egyesült Államok képviselő házának a jogara? A római birodalom és Jupiter szolgálata sohasem ért véget a történelem során. Ugyanaz az erő, aki akkor irányította a világot, irányítja ma is. Szó szerint az egész világot. De ismerős lehet ez a korona máshonnan is. És talán így jobban mindenki meg fogja érteni azt, hogy csak mennyire az egész világ az Istenek Istenét követi. Ez az úgynevezett glória, amit a katolikus szenteknek a feje körül láthatunk az ikonográfiában, ami egy utalás Jupiterre, a napistenre. A vihar istenére, a mennydörgés és a villám istenére. Érdekes módon Jahusáham Siach, a megváltó, azt mondja Lukasz vagy Lukács tízes fejezetben, látám hasatánt, vagy hasatánt, mint villámlást lehullani az égbe. Azért, mert ő az, aki irányítja az emberiséget és a szálakat mozgatja. Erről számol be nekünk jelenések könyve hatos fejezet, melyet már elolvastunk. Íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél ívala és adaték neki egy korona, és kijöve győzve, hogy győzzön. 12. fejezetben pedig egy égi viaskodásról vagy harcról olvashatunk Mihály és az ő malachiai vagy angyalai viaskodnak vala a sárkánya. Hát satán, vagy satán, a sárkány is viaskodik és az ő angyalai de nem győzhetnek, és az ő helyük sem találtaték többé mennyben, vagy samaimban, imban, és vetteték a nagy sárkány, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek, és szatánnak, vagy satánnak, ki mind az egész föld kerekségét megtévezti, eltéveíti, elámítja, elcsábítja, vagy félrevezeti, vetteték a földre, és az ő malachiai ővele levettetének. Ő az, aki uralkodik a földön, Azért, mert megtévesztette az egész emberiséget ilyen vagy olyan formában. Ő az, akit jelképez a korona. Koncentráljon még egy kicsit, és megmutatom, hogy mi is az, ami a háttérben zajlik. A vírus kifejezést valószínűleg mindenki hallotta már, és mindenki azt hiszi, hogy ismeri. Ez bármiféle fertőző anyag vagy kórokozó, ami bejutván a gazda szervezetbe szaporodásra képes. Koronavírus onnan kapta a nevét, hogy állítólag a mikroszkóp alatt úgy néz ki, mint ahogyan a nap koronája. A vírusnak van egy másik jelentése, ez pedig valamiféle káros vagy pedig egy ártó hatás. Értse meg mindenki azt, hogy amiről szó van, az egy káros vagy ártó hatás, ami bejut a szervezetbe, és utána ott képes szaporodni. A szervezet lehet az embernek az elméje is, vagy akár a társadalom. Az ember elméjébe bejut egy káros hatás, egy ártó, vírus, és aztán ott szaporodni fog, elpusztítván a gazda szervezetet. Erről beszél Hazon, vagy jelenések könyve 12-es fejezet, amikor azt mondja, hogy az egész föld kerekségét elhiteti. Ez a kifejezés elhitet, ez G4105 planau, eltéveit, elámít vagy elcsábít, csalogat, félrevezet, letérít az útról, becsap, megcsal, rászed, megtéveszt. Bejut ez a káros hatás az ember elméjébe, és aztán az eltéríti a helyes útról, ahogyan egy vírus elpusztítja a fizikális testet. Figyeljünk oda, hogy mi az, amit ír Júdás a levelében. Tengernek megvadult habjai, a maguk rúgságát, gyalázatát tajtékozók, tévejgő csillagok, kiknek a sötétség homája van fenntartva örökre. Az írások nem ismerik a csillag vagy bolygó kifejezéseket olyan értelemben, ahogyan mi. Mikor tévegő csillagról beszél, akinek a sötétség homája van fenntartva mindörökre, akkor ők Hasatánról beszélnek, és az összes Malachról vagy angyalról, akit ő magával hozott a földre, mikor elbukott. A kifejezés tévegő csillag, azaz terasz Planetai, az asztér csillag kifejezésből, és a planétész bolygó, bolyongó vagy vándorló szóba. Ez a planétész pedig a Planáó elhitet, téveit, elcsábít, csalogat, félrevezet, letérítből származik. Azért, mert ahogyan őket félrevezette az ellenség, ugyanúgy félrevezeti az egész világot. Ez egy hazugság, amiben a legtöbb ember él. Egy hazugság, amely beférkőzik az ember elméjébe úgy, mint egy vírus, és félrevezeti őt a helyes útról, és hasztán az ellenség az, aki ezt okozza a világban és terjeszti. Ez a koronavírus. Ezért mondtam, hogy az okos ember utána néz a dolgoknak, hogy mi az, ami a felszín alatt van, nehogy meglepetés érje aztán. És ha utána néznénk, akkor tudnánk, hogy a vírus kifejezésünk, az a latin vírus szóból származik, amely egy nyálkás folyadék vagy pedig méreg. A kései közép angolban a vírus szó a kígyónak a mérgét jelentette. Jelenések 12.9-ben azt olvashatjuk, hogy vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek, és a tánnak, vagy szatánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő maláhjai vagy angyalai is ővele levettetének. Ők a téveigő csillagok, akiket megtévesztett az ellenség, ugyanúgy, ahogy megtéveszti az egész emberiséget. Ő a kígyó, akinek a mérge beszivárog az ember elméjébe, és aztán letéríti őt az útról, ahogyan a koronavírus elpusztítja az embert. Létezik egy sokkal veszélyesebb és sokkal fontosabb koronavírus, amely spirituális úton szedi az áldozatait, amely megfertőzte majd, hogy nem az egész emberiséget mára. Azért tudja megtéveszteni az emberiséget, mert nem figyeljük, hogy mi az, ami a felszín alatt történik. Ha figyelnénk, akkor tudtuk volna, hogy az Event to Go van, vagy a 201-es esemény nevű egész világra kiterjedő magasfokú pandémia gyakorlat 2019. októberében már meg is történt. És ebben a szimulációban pont a koronavírus volt az, ami egészen véletlenül feltűnt és 65 millió áldozattal járt. Bemutatván számunkra azt, hogy mennyire nem vagyunk felkészülve egy világjárványra. Ez a gyakorlat 15 üzletemberből, állami hivatalnokból és egészségügyi szakemberből állt, akik New Yorkban gyűltek össze, hogy megtervezzenek egy úgynevezett globális válaszreakciót egy egész világra kiterjedő járvány esetére. Annak ellenére, hogy azt állítják, hogy ez a képzelet szüleménye volt ez az egész, a járvány okozója a koronavírus volt. A hasonlóság a mostani eseményekkel azonban felkavaró. Írják utólag futurism.com weboldalon. 2019. októberében volt ez, a vírusról az első híreket pedig 2019. december 31-én kaptuk. Illetve mi nem, hanem a WHO, vagyis a Világegészségügyi Szervezet a kínai államtól Wuhan tartományból. Ebben a gyakorlatban részt vett a Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ, a Világgazdasági Fórum, a Bill és Melinda Gates Alapítvány, a vírus neve Caps volt és Brazíliában kezdődött disznókról vagy sertésről terjedt át az emberekre. Véletlenül úgy, ahogyan a koronavírus átterjedt az állatokról az emberekre Wuhanban. 6 hónap alatt az egész világot megfertőzte a Caps vírus a gyakorlatban és végül 65 millió ember halálát okozta, elindítván egy gazdasági világválságot. Egy hét pontból álló akciótervet is megfogalmaztak. Ezek közül az első pontban azt javasolják, hogy a kormányok, a nemzetközi szervezetek és az üzleti élet szereplői egy világjárvány esetén erőforrásaikat összhangban koordinálva együttműködjenek. Ez érinteni a logisztikai cégeket, a social média cégeket, természetesen a kommunikációt vagy az egészségügyet. A második pontban szintén összefogásra és kooperációra szólítanak fel, ezúttal az iparágak szereplőit, a nemzeti kormányokat és a nemzetközi szervezeteket, hogy a felhalmozott és elraktározott erőforrásaikat együttesen és egymással összhangban használják föl a járvány káros hatásainak csökkentésére. Hármas pontban azt mondják, hogy mivel az utazás és a kereskedelem az lét szükséglet a világgazdaság számára, hasonlóképpen a nemzeti, illetve a helyi gazdaságoknak, ezért az országok, a nemzetközi szervezetek és az egész világra kiterjedő közlekedési vállalatok együttesen kell, hogy dolgozzanak összhangban, annak érdekében, hogy mind az utazást, mind a kereskedelmet fenn tudják tartani. Négyes pontban a kormányoknak azt javasolják, hogy mind a támogatásukat, mind pedig az erőforrásaikat csoportosítsák át annak érdekében, hogy védőoltásokat, terápiás, illetve diagnosztikai eljárásokat tudjanak kifejleszteni, illetve gyártani. Ötös pontban a világ üzleti hálózatának fel kellene ismerni azt, hogy egy világjárvány hatalmas és súlyos következményekkel járnak gazdaságra, és minden erővel azon kellene, hogy legyenek, hogy felkészüljenek erre. Hasonlóképpen a 6. pontban, ahol a nemzetközi szervezeteket arra intik, hogy a különböző járványok gazdasági hatásainak, Enyhítésére mindenképpen el kell kezdeniük felkészülni. A legfontosabb azonban számunkra a hetes pont. Mind a kormányok, mind pedig a magánszektor magasabb prioritásként kellene, hogy kezelj azon módszereknek a kifejlesztését, melyeknek segítségével képes lesz felvenni a harcot a téves és a félrevezető információkkal, melyek növelhetik a problémát egy világjárvány esetén. Felszólítják a kormányokat arra, hogy össze kell, hogy fogjanak a hagyományos és a social media cégekkel annak érdekében, hogy a megfelelő eljárásokat kifejlesszék a hibás vagy félrevezető információk terjedése ellen. Amellett, hogy gyorsan, pontos és összefüggő információval kell, hogy ellássák az embereket, meg kell akadályozniuk mindenféle egyéb információnak a terjedését, ami nem egyezik meg a hivatalossal magáncégekkel, illetve megbízhat közösségi vezetőkkel úgy, mint például a hitélet vezetői, együtt kellene dolgoznunk annak érdekében, hogy tényszerű információt el tudjunk juttatni a dolgozókhoz és az állampolgárokhoz. Megbízható és befolyásos magánszektorbeli alkalmazottakat be kell vonni ebbe a folyamatba annak érdekében, hogy a hivatalos üzenetet el tudjuk terjeszteni a plegykát és a téves információkat pedig, amennyire csak lehet vissza tudjuk szorítani. Mindezt természetesen a világ egészségügyi szervezet vagy a WHO fogja koordinálni. Minden nemű média cégeknek pedig az lenne a feladata, hogy közreműködjenek a hivatalos álláspont terjesztésében, illetve megakadályozza bármilyen nemű félreinformálás vagy hibás információnak a terjedését. Szóval most már érti mindenki, hogy mi is az, amiről szó van. Tulajdonképpen felhasználják ezt a fizikális vírust, ezt a járványt arra, hogy terjesszék tovább a koronavírust, amely a spirituális járványt okozza. Hogy eltérítsék, hogy félrevezessék, hogy becsapják, hogy átverjék, hogy megtévesszék az emberiséget. Hogy mi igaz abból, amit hallunk a koronavírusról, amely az origó szerint agresszívabban terjed, mint az influenza. Valószínűleg soha nem fogjuk megtudni. És én egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ez nem létezik, vagy emberek nem halnak meg. Amit én mondani szeretnék, az az, hogy mindenki próbáljon megtenni egy lépést hátrafelé, vegye szemügyre alaposan azokat az eseményeket, melyek a felszínen zajlanak, mert abból rá tud jönni az ember, hogy mi az, ami az alatt történik valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Yahuának, halleluja és shalom!